Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. A ma este központi témája a zene. Keresztény nyelvezetben nem csak úgy szoktunk fogalmazni, hogy a zene, hanem a keresztény nyelvezetben a dicsőítés igazából, ami kifejezi a szívünknek a zenélését. És ma este a stúdióban itt van köztünk két hölgy, akik szintén nagyon szeretnek az Istennek zenélni, de nem csak zenélni, hanem szeretik az Isten dicsőíteni. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Ágit és Astridot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást, és egy rövid bemutatkozást kérnék tőletek. Először tőled Ági, és utána tőled Astrid. Smélni Pap Ágnes vagyok, és énektanár. Jelenleg, valamint kórusvezető, és gyülekezetben, dicsőítésben énekelek, zenélek, és vezetem a dicsőítést. Van egy férjed? Igen, Smél Csaba a férjem, és ő pedig szintén zenél, ő rappel. Ó, az igen. Igen. És van egy nagy fiad is? Igen, ő pedig 22 éves Józsué, és ő pedig dobol. Dicsőítésben. Hát akkor ez családi örökség. Igen. Köszönöm szépen, Ági. Astrid. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Hopka Astrid vagyok, informatikai területen dolgozom. A gyülekezetben dicsőítés vezetőként munkálkodom, szolgálok, és házas vagyok, és van egy fél éves édes kislányunk. Gratulálunk, és majd otthon hagytad most. Igen. Van, aki vigyáz rá, nyilvánvalóan köszönjük az idődet, hogy ide szántad. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan nőttetek fel? Keresztény családban, vagy nem keresztény családban? Hogyan jutottatok hitre? Ági. Hát én, nekem az anyukám keresztény volt, 12 évesen tért meg, és jelenleg is nagyon hűségesen, odaadóan szolgálja az Urat. Ő nagyon szeretett énekelni, valószínű a zene szeretete az tőle jött. Az apukám, ő ateista volt, és emiatt nagyon sok konfliktus volt a családunkban hosszú ideig, de anyukám annyira nyomatékosan élte a hétköznapokban is a hívő életet, hogy kívánatossá tette azt számomra. Mit jelent, hogy nyomatékosan? Jártunk gyülekezetbe egyrészt, imádkoztunk otthon, beszélgettünk az Úr Jézusról, és ez így hatással volt rám. Így arra indított engem is, hogy keressem Istent, és vágyakozzak utána. És édesapádra milyen hatással volt? Őre hosszú ideig sajnos olyan hatással, hogy tiltakozott, ellenkezett, és sajnos az alkoholnak a rabja volt hosszú ideig. De körülbelül 22-23 éves házasok voltak, amikor apukám végül döntött Isten mellett. Úgyhogy ő rá is jó hatással volt azért ez a sok-sok ima és hit. Azt gondolom, hogy akkor édesanyjának otthon is úgy kellett viselkednie, igen, élni, hogy a papa azt mondja, hogy na akkor, ha már valaki így tud élni, akkor én is szeretnék keresztény lenni. Ez így történt? Így van. Sőt, az apukámnak a családja katona család volt, és nagyon határozottak, merevek, szigorúak voltak így a hétköznapi életre is, és őrájuk is hatással volt az anyukámnak az odaadása, az imádkozása, az, hogy nagyon sokat beszélt Istenről a családi összejöveteleken. Nem fordult ez a visszájára akkor, mert van, amikor sokat beszélünk az Istenről, akkor egy kicsit... Eleinte igen. Eleinte nem jó szemmel nézték
meg nem jó szemmel, vagy nem jó hallgatták ezt, mert zavarta őket, de nagyon sokak megtértek, tehát döntöttek Isten mellett, mert olyan hatással volt ez számukra is. Köszönöm szépen. És utána visszatérünk még egy kicsit, hogy te hogyan találtad meg, vagy az Úr Jézus hogyan talált meg téged. Astrid, hogy én is hívő családban nőttem föl. Mostanában olvastam nagy evangelizátorok önéletrajzát, és ők is nagyszülőkig visszavezették, vagy kezdték. Én is hadd kezdjem a nagymamámnál. Nekem egy nagyon imádkozó nagymamám volt. Gyermekkoromban együtt éltünk velük, úgyhogy számtalan alkalomra emlékszem, amikor ő imádkozott. 11-en vagyunk unokatestvérek, és mindenkit egyen-egyenként az imáiba hordozott. Hát ő már több mint 20 éve meghalt, de máig az egész család csak pozitívan emlegeti a nevét, tehát tényleg egy példaértékű hívő asszony volt. És édesanyám is megtért, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve jártunk folyamatosan a gyülekezetbe, úgyhogy én igazából ott nőttem fel. Már gyermekként részt vehettem a vasárnapi iskolai órákon, és hát az első Isten élményem, amire emlékszem, az 10 éves koromban történt. Ezért nem is tudom a megtérésemet egyetlen eseményhez kötni, hanem több olyan pontra emlékszem, amikor az Isten ugyanúgy érintett meg, ahogy azt később átéltem felnőttként is. Mi volt ez az Isten élmény? Az első? Hát szerintem ezt mindenki más, hogy éli meg. Emlékszem olyan gyermektábori alkalmakra, estékre, amikor evangelizáció volt, hívták megtérésre a gyermekeket, és akkor én is kimentem előre imádkozni, és akartam átadni, vagyis átadtam az életemet az Istennek, az Úr Jézusnak, és emlékszem a gyülekezetbe is olyan alkalmakra, ugye a 90-es évek elején akkor nagy ébredés volt az egész országban, talán a rendszerváltás után, amikor együtt voltunk, sokan imádkoztunk, dicsőítettünk, és hát még nekem problémát okozott, hogy felmerjem emelni a kezem, mert hát én gyerek vagyok, mit szólnak a felnőttek, de annyira ott volt az Isten jelenléte a gyülekezeti alkalmon, hogy aztán legyűrtem ezt a kérdést magamban, és én is a felnőttekkel együtt dicsőítettem az Urat. Tehát ilyenekre emlékszem gyerekkoromtól, de mondom, 16 éves voltam, mire aztán beért mindez úgy, hogy bátran mertem felvállalni akár az osztálytársak, akár a barátok előtt azt, hogy én az Úré vagyok, és őt követem, és esetleg azért nem veszek részt ebbe vagy abba, vagy nem teszek ezt. Vagy és nem volt kiközösítés? Nem tapasztaltál meg ilyet? Szerintem egy hívő gyerek ezt mindig megéli, gondolom, hogy a mai világban is. Hát emlékszem ilyenre, hogy én nem voltam megkeresztelve úgy a gyermekként, mert nálunk az volt, hogy bemerítkezett, tehát hogy mi döntöttünk emellett, és hát felnőtt korban volt bemerítkezés, és emlékszem ilyen megjegyzésekre osztálytársaktól általános iskolában, te pogány vagy, te nem vagy megkeresztelve. Tehát hogy ez is egyfajta kiközösítés, sok ilyet átéltem én is. Köszönöm szépen. 12 éves voltál, vagy 11? 11. 11, amikor bemerítkeztél. Bocsánat, itt az évek egy kicsit összekavarodtak bennem. Mit éltél át akkor, és milyen döntés volt ez az életedben? Én arra emlékszem, egészen kisgyerekkorom óta, hogy nagyon-nagyon szerettem Istent. Nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, de nagyon-nagyon fontos volt nekem, és sokszor imádkoztam azért, hogy segítsen nekem jó kislány lenni. és arra emlékszem, hogy 11 éves voltam, amikor Kadarkúton, ahol van a közösségünknek egy kastélya, akkor még nem volt felújítva ez a kastély, de a parkjában ott voltak istentiszteletek, ifjúsági alkalmak, és az egyiken ott voltam, akkor 86-ban, és egy hölgy volt, Linda, svéd énekesnő. Hát a zene. Igen. Ismét fontos. Uh-huh. És ő énekelt, és prédikált arról, hogy Isten mennyire szeret minket, és hát az evangéliumot hirdette. És én emlékszem rá, hogy ott van egy hosszú út, ahol ott sétáltam, néztem a csillagokat, mert gyönyörű a csillagok, onnan nagyon szépen látszanak, és azon gondolkoztam, hogy ez magától nem jöhetett létre, ezt valaki megalkotta. És akkor úgy döntöttem, amikor előrehívás volt, hogy én vállalom, és én szeretném, nagyon szeretném.
és azóta sem bántam meg egy pillanatra sem, hogy őt választottam. Köszönöm szépen. A zenei pályád, Ági, nagyon koránról indul. Igen. 6 éves voltál? Igen. Lehet, hogy megint a majd segíts. Ez jó. Ez teljesen rendben van. Igen. 6 éves korodban már a Magyar Rádió gyermekkorusában igen. énekeltél. Hogy válogattak be oda? Akkor anyukád vitt el, gondolom, igen, van egy 6 éves gyereket. Gyerek nem megy egyedül, hanem a mama elvitt, mert észrevették otthon, hogy jó hangod van. Igen. Hogy indult ez? Igen. Hát azért azt is meg kell említenem, hogy a nővéremnek gyönyörű hangja van. Van egy 9,5 évvel idősebb nővérem, Máriának hívják, és nagyon sokat énekelt otthon. És hát a kisgyerek mit csinál? Utánozza a nagyokat. És én is utánoztam őt, és észrevették, hogy nekem is van hangom, és anyukám minél hamarabb el szerette volna indítani nálam ezt a tanulási fázist ezen a területen, és így elvitt engem a rádió gyerekkórusába. Sajnos nagyon sokszor az életem során betegség párosult egy-egy nagyobb rendezvény, vagy lehetőség idejére, és akkor is az volt, hogy meg voltam fázva, de mégis felvettek a rádió gyerekkórusába. Ez itt nem állt meg, hanem az Operaház igen, gyerekkórusa, az oda két hogy évig. Csányi László és Botka Valéria volt az, aki vezette a rádió gyerekkórusát, és amikor volt a rádió gyerekkórusában egy váltás, akkor ők mentek az Operaház gyerekkórusát vezetni, és velük mentem, ők vittek magukkal. És tovább zenetagozat, az már a gimiben volt? Gimnázium, igen. Tehát akkor elkezdtél igazából saját döntésből is igen. a zene felé fordulni. Igen, igen, igen. Aztán volt egy kis... úgymond mellékvágány, igen. lehet így igen. fogalmazni. Igen, igen, mi igen. volt ez a, nem is vám, hanem valamilyen pénzügyi igen. szakra mentél. Igen, ez igen, hogy igen, sikerült? Igen. Vagy? Hát én az érettségi után, sajnos az érettségi évében hunyt el az apukám. És nagyon nehéz lehetett. Nagyon, igen, és úgy éreztem, hogy nincsen erőm hozzá, hogy tovább tanuljak. És akkor nagyon korán megismertem a férjemet, 19 évesen férhez mehettem, 20 évesen szültem a fiamat, úgyhogy elég hamar beindultak ezek a dolgok az én életemben, és akkor elmentem dolgozni. Kellett a gyes után. Munkahelyi, kereseti így van, lehetőség. Így van, uh-huh. igen. És akkor, mivel hogy azért az érettségim megvolt, így mehettem ehhez a pénzintézethez dolgozni. 10 évig voltam ott, előtte egy másik szervnél voltam 2 évig, uh-huh. ott mint köztisztviselő, és hát valahogy úgy alakult így az életem, hogy így visszakanyarodtam a zenéhez, és hát a gyülekezetben én folyamatosan zenéltem azért. Ti nagyon jól ismeritek egymást. Lehet mondani, hogy barátnők is vagytok. Abszolút. Abszolút. Akkor köszönöm. A zene kapcsán ismertétek meg egymást. Azt, hogy te énekelsz is, gyönyörű hangod van neked is, és hegedülsz, ami nekem egy álomhangszer. Minden hangszer gyönyörű, de nekem a hegedű az nagyon-nagyon bejön. Neked hogy indult a zenei pályád? Bocsánat, egy kitérőt hatték. Most, ahogy Ági abszolút. Beszélt, pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy kadarkuti táborokból ismerjük egymást, mert amikor már a zene kapcsán egymásra találtunk, akkor már ismertük egymást régről, de tény, hogy az elmúlt 10 évben talán így a zene köt bennünket össze. Én a zeneiskolával kezdtem, ugyanúgy, mint a legtöbb gyerek, ugye másodikas voltam, amikor elkezdtem az előképzőt, és hát a hegedűt választottam. Most tudtam meg körülbelül 1,5 hónapja, ez nekem csalódás volt, mert ugye akkoriban eljártunk ilyen hangszer bemutató koncertekre a zeneiskolába, és édesanyám mindig mondta, hogy nézd a hegedű, de gyönyörű, meg az a hangszerek királya. És hát én jó gyerek voltam, én hittem, hogy amit anyukám mond, az úgy van. Most vallotta be nekem 1,5 hónapja, hogy azért ezt mondta, mert nem volt pénzünk zongorára, vagy ilyen nagyobb hangszerre, tehát próbált arra fele navigálni, ami úgy kivitelezhető volt a családban. És hát elkezdtem hegedülni, a Várpalotán nőttem fel, úgyhogy így a várpalotai zeneiskolai tanároknak köszönhetem a zenén, hogy elindítottak és foglalkoztak velem. A hegedű valóban egy olyan hangszer, ami sokáig nem szól szépen. Van egy nagyon jó történetem ebből az időből. Én is nagyon
utáltam zeneiskolába járni, utáltam gyakorolni abban az időben. Az egyik mottóm a hűség talán itt indult el, mert a szüleim nem hagyták, hogy abba hagyjam a zeneiskolát. Nagyon sokan tették akkor ezt az osztálytársak és ismerősök, de azt mondták, hogy járnod kell 8-ig legalább. És volt, hogy anyukám mondta, hogy most gyakorolnod kell 1/4 órát. Én direkt csúnyán húztam, és potyogtak a könnyeim közben, és alig vártam, hogy lejárjon a 1/4 óra, de dacból azért is csúnyán játszottam, hogy hát ha nekem most kell, akkor én nem fogok szépen játszani. Hát így indult, és akkoriban még átjárt a szomszéd asszonya a nagymamámhoz, ugye együtt éltünk a nagyszülőkkel, és volt, hogy egy ilyen alkalomkor mondta, hogy Vilma néni, ezt nem lehet hallgatni, és ő akkor hazament, mert hát inkább nem, pedig csak egy 1/4 óráról volt szó, mert hát akkoriban csak ennyit gyakoroltam. Emlékszem egy olyan szituációra, hogy mentünk volna valahova, de a szomszéd néni ott ült nálunk, és küldtek engem hegedülni, mert tudták, hogy akkor el fog menni, úgyhogy ez akkor hatásos volt. Hát eltelt egy jó... Már a szomszéd néni nem nézhet, ugye? Ő nem, igen. Okay. Eltelt egy jó 5 év, amikor azt mondta ez a szomszéd néni, hogy na, most már ez nem is olyan rossz, már hallgatható. Úgyhogy ebben meg a családom támogatott, a nagymamám, nagypapám is, hogy mindig beültek, hallgatták, pedig hát tényleg borzasztóan játszik egy akkori, tehát pár éve hegedülni tanuló gyermek. Egy 5 év volt, amikor már jártam zeneiskolába, és én is már olyan darabokat kaptam, hogy elkezdtem élvezni a játékot, és elkezdtem szeretni otthon hegedülni. Aztán, mire középiskolás lettem, akkor már volt, hogy hát nem volt még akkor internet, meg Facebook, tehát én ilyen 1,5 órákat hegedültem otthon. Ez volt a kikapcsolódásom iskola után. Még emlékszem az első dicsőítő kazettákra, mert nem volt kotta se, vagy annyi kottás könyv, hogy így a kazettát milliószor visszapörgettem, és hallás után próbáltam megtanulni a hegedű szólamot, vagy azt a kis betétet, vagy akár amit a trombita játszott, és így ezzel kötöttem le magam, hogy milliószor visszapörgettem, még meg nem tanultam hangszeren játszani. Tehát nekem így indult a hegedüléssel, és aztán, mikor középiskolás voltam, akkor magánénekre is elkezdtem járni, úgyhogy énekelni is 5-6 éven át tanultam, és hát már 30 éves elmúltam, amikor gondoltam, hogy az unalmas téli estéken valamit csinálni kell, mikor munka után hazaérek, és a YouTube-ról elkezdtem gitározni, tanulni. Valószínűleg a hegedű jó alapot adott ehhez, de aztán egy idő után rájöttem, hogy nem tudom mire épül, így kerestem magamnak egy tanárt is, és így egy kicsit még képeztem magam ilyen öreg fejjel is, ha lehet így mondani. Úgyhogy nálam ez a 3 hangszer, ami, de a hegedű és az ének, amit fő vonalnak mondok, vagy hangszernek. Ott is kapcsolódik egy kicsit az életetek, hogy mind a ketten a pünkösdi teológiát be is fejezted, ha jól emlékszem. Igen. Te elkezdted, aztán utána a baptista teológiára, igen, de ott nem a zene volt a fő cél igazából. Miért mentél a teológiára? Én elég sokat tanultam, és sose szerettem tanulni, ahhoz képest... Ahhoz képest így 2 diplomát összegyűjtöttem, egy mérnökit és egy tanárit, és úgy voltam vele, hogyha csak... Tehát először volt a mérnöki? Párhuzamosan ment a 2, volt egy ilyen lehetőség ott az iskolába, és úgy voltam vele, hogyha a földi boldogulásért már ennyit tanulok, és ennyi évet az ember, de hát mindenki, aki általános iskola, középiskola, főiskola vagy egyetemre megy, azért az elég hosszú időszak, tehát hogy a földi boldogulásért ennyi energiát, meg évet eltöltök, akkor miért ne tenném ezt a mennyeiért, vagy tanulnék olyat, ami más területen visz előre. Úgyhogy én, ahogy befejeztem 2004-ben a főiskolát, már ősszel elkezdtem levelezőn a pünkösdi teológiai főiskolát. Hát nekem nem volt nagy elhívásom, mint a legtöbb embernek, én ezzel mentem, hogy tanuljak valami olyat, ami érdekel és leköt, és hát máig nem tartom magam teológusnak, hiszen azóta a gyülekezeti szolgálatokon kívül nem nagyon kamatoztatom ezt a tudást, tehát érzem is, hogy sokat felejtettem, de nagyon klassz évek voltak, és nagyon élveztem azokat, és hát nyitott vagyok, hogy még Isten mit fog kihozni a jövőben ezzel, vagy hogyan fog alakulni az életem. Hitoktató szakirányon végeztem ott. Arra fogok rákérdezni, de közben eszembe jutott egy fontosabb kérdés, mert hogy fér meg az informatikus, meg a művész lélek
Én ebben nem sűrűn találkoztam, de még mielőtt erre válaszolnál, azt mondtam, hogy megkérdezem, hogy mit jelent a neved, az Astrid. Én nem nagyon találkoztam ezzel a névvel, főleg én is azt hittem, hogy ez egy férfi név. Hogy kaptad ezt a nevet, és mit jelent ez a név? Ha a K a vége, az Astrid, az a férfi változata, de nagyon sokan az Arisztiddel keverik. Aha. Úgyhogy máig probléma, ha a bankkártyámmal fizetek, hogy megkérdezi a pénztáros, hogy ki ez a kártya, és mondom, hogy az enyém, és mondják, hogy de hát ezen férfi név van. Olyan is volt, majd a személyigazolványomat elő kellett venni, de volt, amikor elnézést kért, hogy ő Arisztidnek olvastam. Tehát nagyon sok kalandom volt ebből kifolyólag, hogy kollégiumban a fiú szobába osztottak, vagy öltözőbe a fiú öltözőn benyitottam, és csak fiúk voltak, akkor már tudtam, hogy na, nevemet elírták. Onnan jött a nevem, hogy az édesanyám az akkori NDK-ban dolgozott, 19 éves volt ő akkor, és kiment egy évre, nem is egy hosszú időre, és hát ő is ugye megtért, ott keresett helyben gyülekezetet, és Drezdába ment egy gyülekezetbe, ahol volt egy család, akiknek volt 3 gyermekük, akkor még elég picik voltak, ilyen 2-3 évesek, és az egyiket Astridnak hívták. És ő akkor eldöntötte, hogy ha lánya lesz, akkor Astrid lesz a neve. Nagyon szeretem a nevemet, mert különleges, nem sokkal találkozom itt Magyarországon, de hát sokszor kell magyarázni, hogy ez női. Mit jelent? A jelentése, hát én azt a jelentését szeretem, hogy kegyelem, az Istennek a kegyelmét takarja. Még azt is, hogy erő, mert én is próbáltam. Akkor ezt most újat mondtam az erő, neked. Az új. Én ezt találtam az interneten. Mind a kettő jellemző rám, hiszen az Istennek a kegyelme és az Istennek az ereje által élünk, úgyhogy Nagyon klassz. Jó nevem van. Örülök neki, hogy tetszik a neved. Nem mindenkivel fordul ez elő. Sokan azt mondják, hogy a szüleik miért ezt a nevet adták, de hát akkor ez... Talán egy kicsit most okozott nehézséget, hogy a születendő lányunknak nevet kellett keresni, mert én mondtam, hogy olyat keresünk, ami nincs benne. A neten megtalálható a top 100-as lista a nevekről, és én nagyon szerettem, hogy nem volt az iskolában másik, tehát hogy az osztályban se, de még az iskolában se, és a férjem pedig mondta, hogy de ha neki tetszik egy névő, akkor ezzel nem foglalkozik, hogy hányan vannak. De mondom, az olyan jó volt nekem mindig, hogy egyedül voltam. Mondták a nevem, azt tudtam, hogy én vagyok, úgyhogy egy kicsit ehhez az... És hogy hívják akkor, most már árul, de? Ráhel Csenge a lányuk, Ráhelnek hívjuk. Uh-huh. Ez is eléggé ritka név, de keresztény körökben sok Ráhellel találkozom, tehát ott nem ritka. Hogy fér meg az informatikus és a művész élek együtt? Benned. Jó kérdés, mert ugye a zenével meg a fotózással foglalkozom, és gondoltam, hogy talán én ebbe kapcsolódok ki a képernyő világából, vagy az informatika világából. Hát sosem voltam az a nagyon teljesen kockafejű informatikus, tehát így a szakmámban sem voltam az élenjáró, aki programozik, vagy talán ezért is fér meg azért is, mert mindenkinek valahol ki kell kapcsolódni, talán ez a... Ezért is mentem mindig örömmel a próbákra, vagy örömmel zenéltem, mert abba kikapcsolódás volt, felszabadult a lelkem, más csinálhattam. Ahogy az elején mondtuk, hogy a zene kapcsán kapcsolódtatok, mi volt ez az első pont, amikor tényleg elkezdtetek dolgozni együtt? Ha jól emlékszem, valamilyen reménységfesztivál? Még nem az volt az első. A női konferencia. Volt egy női konferencia. Okay. Igen. Akkor kezdjük a női konferenciával. 2010-ben Astrid megkeresett engem, hogy mi lenne, hogyha együtt vezetnénk így a dicsőítést. Nem tudom, hogy előtte voltak-e már női konferenciák, abban nem vagyok, nem emlékszem erre. Viszont azt tudom, hogy ekkor csak hölgyekből álló csapatot állítottunk össze. A dobos, a basszusgitáros, a gitáros, zongori, mindenki hölgy volt. És nagyon élveztük, mert... Bocsánat, ez egy nagyon nehéz feladat, női dobost és basszusgitáros találni. Határozottan. És amikor női konferenciákon látok profi csapatokat, de van benne férfi is, akkor azért mindig egy kicsit benne van, hát könnyű férfi dobossal, vagy férfi basszusgitárossal, mi az Ágival minden erőket megmozgatunk, hogy csak női legyen a csapat ezeken a konferenciákon. Bocsánat. Igen, határozottan. És hát volt olyan, amikor kiesett mondjuk egy basszusgitáros, vagy egy dobos, de tényleg sikerült úgy megmozgatni minden követ, hogy találtunk
találtunk olyan személyt. És akkor itt rájöttetek, hogy jól tudtok együtt dolgozni. Nagyon gördülékenyen. És ezután jött akkor a Reménység Fesztivál, ami igen, igazából, ha jól tudom, veled kezdődött. Igen, akkoriban műszakban dolgoztam, és a Reménység Fesztivál úgy szerveződött, hogy mindenféle bizottságok voltak, akik rendszeresen találkoztak, hát elég nagy volumenű dolog volt ez, és engem meghívtak a zenei bizottságba, hogy az egyházunkat képviseljem, és hát rendszeresen, nem is tudom, havonta vagy hogy voltak megbeszélések, és az egyikre nem tudtam elmenni, mert éppen úgy adódott a műszakom, nem tudtam szabadságot kérni, és az Ágit kértem meg, hogy helyettesítsen, mert hát azért mégis jó, ha valaki van ott, aki hallja az információkat, és akkor tudunk tovább szervezni, és akkor innentől jön talán az ő vonala a Reménység Fesztiválban. Akkor innen jössz te, Ági. Igen, igen. Hát ez decemberben volt, egészen pontosan 12-én, és még 2011-ben, és a következő hónapban is azt mondta Astrid, hogy nem tud menni, és ezen a bizottsági megbeszélésen hát kiderült, Almási Kornért kérték fel, hogy ő vezényelje a kórust. És egy picit, hogy mi ez a Reménység Fesztivál, lehet, hogy valaki nem tudja. Igen, Billy Graham-nek a szervezete minden évben szervez egy ilyen Reménység Fesztivált. Most már a fia Franklin Graham, igen, Franklin Graham az, aki prédikálni szokott ezeken a rendezvényeken. Mindenhol más jellegű, van, ahol kétnapos, van, ahol háromnapos. Itt Magyarországon háromnapos rendezvényt szerveztek, felekezetközi, tehát, hogy mindenféle felekezetet, református, evangélikus, metodista, baptista, pünkösdi, még katolikusok is voltak, tehát, hogy tényleg nagyon sokféle felekezetből, egyházból jöttek oda szervezni is, és részt venni a programokon is. És hát így alakult ez a Reménység Fesztiválnak a zenei bizottsága, hogy elmentem a januáriba is, és ahogy említettem az előbb, Almási Kornélnak nem volt annyi ideje arra, hogy 1000 főt összeverbuváljon, mert az volt a feladat, hogy egy 1000 fős kórust szervezzünk. És én óvatosan megkérdeztem, hogy ez munkaként tekinthető, vagy szolgálat. Mert azt tudtam, hogy szolgálatként ez egy nagyon nagy munka. És nem biztos, hogy én abban úgy szervesen részt tudok venni, de mint munka, mert akkor éppen munkanélkül voltam, úgy esetleg. És akkor felkért, hogy igen, szükség lenne arra, hogy ezt munkaként végezzem. És az volt a feladatom, hogy 1000 főt összeszedjek. Hogy csináltad ezt? Hú, hát az első... Mennyi idő volt? Hát mivel januárban kezdődött, és júniusig kellett ennek megtörténnie, valójában 3 hónapon volt azért, mert még kellett 3 hónap arra, hogy a gyakorlásokat szervezzük. Az igen. Nagyon nagy munka volt. Először betettek egy szobába, egy A4-es papír, apró betűvel rajta a lelkipásztoroknak, a kórusvezetőknek neve és elérhetősége, és akkor telefonáljak. Én vittem magammal a laptopomat, nem vagyok informatikus, de nagyon szeretem az Excel táblákat, és kimutatásokat végeztem, abba vezettem fel pontosan, hogy ki tud jönni, ki nem tud, folyamatosan tartottam velük a kapcsolatot, és én úgy láttam, hogy annak ellenére, hogy zenészekről van szó, szükségük van támpontra, úgyhogy én egy háttérmunkát végeztem olyan szinten is, hogy felénekeltem nagyon sok szólamot. És úgy elküldtem a kórusvezetőknek, meg a kórusoknak, és az alapján is tanulták ezeket az énekeket. Hát ez egy nagyon nagy munka. Te is beszálltál, mint segítő, vagy ez az időszak neked? Igen, úgy emlékszem ráadásul ezeket a szólam... felénekelt szólamokat. Igen. Úgy kezdtük el, hogy a mi egyházunkon belül ilyen segédanyagként, és aztán ez kikerült bővebb igen, körökbe is, mert hogy szükség, ez volt, szükség volt rá, igen. Tehát én maradtam Ági mellett, ő ugye ott bent dolgozott az irodában, én pedig az egyházon belül segítettem őt a szervezésbe, meg biztosítottam némi informatikai hátteret, igen, hozzá.
Akkor mégiscsak jól jön. Ebben szoktunk jól össze dolgozni, Ági kottáz, és viszi ezt a részét. Én meg mindig mondom, hogy én csinálok levlistákat, föltöltöm, elérhetővé teszem. Nagyon jó páros vagytok. Igen, csinálni. Igen. És akkor nem állt meg a Reménység Fesztiválnál, azt gondolom, hanem az ezen a nap. Ez az a nap is igen. Megkért. Igen, következő évben. Következő évben. És akkor ez hogy történt? Megkerestek, vagy? Megkerestek, igen, László Viktor keresett meg engem. Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amíg a Reménység Fesztiválon egy komolyabb zenei irányzat volt a jellemző, addig az ez az a napon egy kicsit inkább dicsőítés jellegű. Most mondok egy példát, Úr Jézus megváltom című éneknek az újra hangszerelése, újra gondolása Almási Kornél tanár úr által teljesen más irányt vetett. És ott nem kórusokat kellett beszerveznem, hanem egyénileg is szerveztem. Nehezebb volt 1000 főt ott összeszedni. Uh-huh. Értem. De csodálatos és gyönyörű volt. Igen. És abba is énekeltél, és abba is segítettél, ott voltál, részt vettél. Azt hiszem, hogy ebben már annyira nem vettem részt. Uh-huh. De neked nem állt meg itt, mert ahogy próbáltam utánad nézni egy kicsit interneten vagy Facebookon, annyira sok rétű most már az ilyenfajta munkásságod, és úgy tudom, hogy Nick Vujicic, amikor itt volt Magyarországon, akkor is egy ilyen kórus szerveztél. Ez így hogy történt? Hát visszamennék egy picit így időben, mert hogy az ez az a napon, amikor szerveztem ezt a kórust, akkor már próbákat is vezettem. És Mark Zeman volt az, aki még segített a próbák megszervezésében. A Golgota Gospel gyülekezetnek a helyszínén próbálhattunk. 300 nőtvel próbálhattam, óriási élmény volt, meg kell jegyeznem. És ott észrevette, hogy van ehhez érzékem, és amikor őt felkérte a Nem Adom Fel Alapítvány, hogy a Never Give Up Gospel kórust esetleg átvennie, akkor ő engem ajánlott. Hogy valószínű, hogy én nekem lenne ehhez érzékem, affinitásom, és talán szívesen is csinálnám, megkérdezett, és akkor így lettem kapcsolatba, vagy kerültem kapcsolatba a Nem Adom Fel Alapítványnyal, ott Deli Gézával és Kis Barnával, és azóta, 2013 júniusa óta, most már 4 éve vezettem ezt a kórust, és tavaly szeptemberben jött Magyarországra Nick Vujicic, és emögé a kórus mögé állítottunk még 2 kórust, kiegészült a Pünkösdi Zenei Misszió kórusával, amit szintén én vezetek, egy összevont kórus a Pünkösdi közösségen belül, és a másik... Többféle pünkösdi felekezetből. Igen, igen. Mármint, hogy nem felekezetből, többféle pünkösdi gyülekezetből. Gyülekezetből, igen, uh-huh. Igen, igen, igen. Hát vannak Ózdról is, uh-huh. Vidéki kisebb gyülekezetekből is jönnek, Pécerről is. Körülbelül 30 fős. Uh-huh. Nem óriási, de azért már nem kamarakórusként beszélhetünk róla. Uh-huh. És mögénk állt még a Golgota Gospel kórus is, Mark Zeman segítségével, és hát így alakult, hogy 3 kórus együtt énekelhetett a Nick Vujicic rendezvényen, körülbelül 120 fővel. Ezt már teljes mértékben én vezényeltem is. Én írtam a szólamokat, óriási élmény volt nekem. Wow, meg, de óriási meg, munka is lehetett. Hát igen, igen. Viszont igen, azt igen. Tudom, hogy ebben már te is énekeltél, vagy valahogy a Gospel kórusban benne is vagy állandó tagként, vagy igen, pedig... Igen, a Golgota Gospel kórusban 6 éven át énekeltem, és amit Ági említett, a Pünkösdi Zenei Misszió kórusában is, de ahogy szültem, azóta ez egy kicsit most szünetel. Azt tudom, hogy hát ez a Nem Adom Fel alapítvány, igen. Azért különleges, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha mégsem, hogy itt fogyatékkal élők is énekelnek, de nem csak ők, hanem a segítőik. Így van. Hogy kinek jutott ez eszébe? Szerintem ez annyira nagyon jó ötlet, hogy a kísérő az nem csak ott ül és malmoz és várja
akit el kellett kísérnie, hanem ő is részese ennek. Kitől jött ez az ötlet? Hát Kisbarna és Deli Géza és én, tehát hogy hárman ötöltük ki. Amikor átvettem ezt a kórust, akkor egy hétre rá azonnal szerveztünk egy meghallgatást. Nagyon sok olyan személy jött, akik önkéntesként is dolgoznak a Nem Adom Fel alapítványnál, és van hangjuk. És ez óriási segítség, mert például látássérülteket, hogyha kikísérik a színpadra, akkor nem kell lemenniük a színpadról, hanem ők is ott maradnak, és ők is énekelnek, és részt vesznek a produkcióban. Tudom, hogy van egy jó sztorid, mert hogy elég nagy kihívás volt például látássérültekkel dolgozni. Igen. Elmesélnéd nekünk. Igen. Hát az első próbán nagyon féltem. Tehát annak ellenére, hogy foglalkoztam már sérült emberekkel, de azért ez egy teljesen más terület, ugye zenével párosítva. És az első sorban ült három látássérült hölgy, ketten Máriák, és hát így oda mutattam, hogy egy kicsit feljebb kellene énekelni, tehát hogy valami gond volt, vagy hogy egyedül én nem is tudom pontosan, de hogy említettem őket, és kérdezték, hogy kire mutatsz. Hát nagyon kínos volt. Suktak, hogy Mária. Mondom, Marcsi. De melyik? Mert ketten ültek egymás mellett. Tehát, hogy azért voltak kihívások számomra, és ők nagyon-nagyon türelmesek, nagyon kedvesek voltak, nagyon-nagyon meleg szeretettel fogadtak engem, és azóta is ezt érzem. Hogy látod ezt, Ági, hogy mekkora segítség ez a fogyatékkal élőknek, hogy énekelhetnek? Láttál valami változást az életükben? Hát igen, tehát hogy határozottan igennel kell válaszolnom, mert azt látom, hogy a zene az kimozdítja az embereket abból a depresszióból akár, vagy magányból, amiben lehetnek. És itt nem csak a sérültekről beszélek, hanem mindenkinek, mivel hogy magánének tanár vagyok emellett, ott is látom azt, hogy a zene az mennyire emeli az embereknek az érzelmeit, meg az, hogy merre fókuszálnak. És hát a zenének a miensége sem mindegy, hogy mit énekel az ember tartalom szerint. Elmondhatom a kórusoknak az erejét, amit legalábbis, ahogy én megéltem. A Continental Singers, az is ugye egy kórus, körülbelül 30 fős. Abban is részt vettem 2001-2003 között. Nagyon sok mindent ott tanultam meg, amit aztán azóta is a szolgálatba kamatoztatok. És ott éltem át először azt, hogy együtt voltunk egy sima tanteremben, hiszen a próbatáborban ilyen helyeken próbáltunk, és elkezdett ez a 25-30 fő énekelni, sima dicsőítés volt, tehát nem volt lekottázott szólam semmi, és egyszerűen olyan jól szólt, tehát hogy úgy lehetett az urat dicsőíteni ilyen emberekkel, akik tudnak énekelni, szeretnek énekelni, és semmi hangszer nem szólt, vagy talán egy gitár, de már eleve olyan erővel szólalt meg, hogy ez egy hatalmas élmény, hogy úgy dicsőíteni az urat, hogy része vagy egy csapatnak, és hallod, hogy ez az egész, ami megszólal, az egy nagyon, nagyon jó, nagyon szép dolog, és hát mi egy kicsi részét visszük ennek. Ugyanezt átéltem a többi kórusba is. Nyilván egy 1000 fősnek egész más élménye van, vagy tehát úgy letaglózza az embert, amikor egy ekkora kórus szólal meg. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten dicsőítésének egy nagyon különleges módja ez, és mégis egy nagyon jó közösségformáló szerepe van a kórusoknak. Olyanok is jártak ezekbe a kórusokba, amiket már említettünk, akik még nem tértek meg. Nagyon sok olyan embert ismerek, akik ezekben a kórusokban ismerték meg az Úr Jézust, mint megváltót, és döntöttek később mellette. És tehát egyfajta evangelizáció is lehet maga a kórus közössége másrészt. Nyilván ott vannak a barátaink, ahogy hétről hétre járunk a próbákra, megosztjuk egymással a gondunkat, az örömünket, és a próbákon szokott lenni dicsőítés, imádság, tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta közösségépítő ereje is van a kórusoknak, hogy egymás hite által is tudunk épülni. Te dicsőítést is vezet. Tél, most egy kis szünet van, mivel hogy kicsi babád van. Mi a különbség, hogy tudnád megfogalmazni egy gyülekezeti dicsőítő csapat és egy kórus között? Hát a fő különbség talán az, hogy
a kórus, mint egy előadás működik, bár ott sem kizárt, hogy a gyülekezet vagy a hallgatóság bekapcsolódik, de a gyülekezetben a dicsőítésnek az a célja, hogy ne a színpadon szereplés legyen, hanem bevonjuk a gyülekezetet, a hallgatóságot. Én ezt nagyon szeretem a mi gyülekezetünkbe, őket kezdettől fogva nem kellett noszogatni, már ahogy megszól az első dal, felállnak, örömmel énekelnek, tapsolnak, ha kell. Szerintem ez a fő különbség. Tehát én hiszem azt, hogy a gyülekezetben a dicsőítésnek olyannak kell lenni, ami együtt történik. A zenészek, akik elől vannak, azok csak egyfajta zenei vezetést adnak, vagy mankók ebben, míg a kórusok azok nagyon sokszor, én legalábbis úgy hallgatok egy nagyon jó előadást, hogy hú, és ez is tudja az ember szívét az Istenhez vinni, hogy hallom, miről szól az a dal, milyen jól szólal, meg milyen klassz szólista énekel elől. Tehát én így élem meg ezt, nem tudom, hogy másnál is így van-e. Én úgy láttalak először téged, Ági, hogy zongora mögött álltál, és vezetted a dicsi csapatot, de nagyon sok szólót énekeltél. Ilyen módon is vezetted az egész, akár egy ilyen női konferencia kapcsán. Mi az, ami jobban közel áll hozzád, vagy mi az, amit egyikben szeretsz, vagy másikban lehet, hogy nem is tudsz különbséget tenni, és nem jó a kérdésem, nem tudom. De teljesen jó. Jó. Igen. Akkor. Érdekes, mert amikor szólót énekelek, vagy egyedül énekelek, inkább így mondom, akkor nekem az nagyon fontos, hogy amiről énekelek, az ténylegesen átmenjen a hallgatóság felé, és be tudjam vonni, hogyha például dicsőítésről van szó. Fontos, hogy a hangommal hatással lehessek az emberekre, mert úgy érzem, hogy ilyen módon tudok befolyásolni valakit pozitív értelemben, hogy Istenhez közelebb vonzam, vagy akár arra sarkaljam, hogy akarja megismerni Istent, hogy vágyakozzon utána. Hát igazából neked akkor a munkád az úgymond egy belülről jövő. Igen. Tehát nem csak azért, mert kötelesség megtenned, hanem ez egy szívbéli dolog. Igen. Én is szoktam mondani, Ági, hogy milyen szerencsés, hogy a hobbi a munkája. Igen, igen, pontosan, ez abszolút így van. Van még egy egyesület vagy alapítvány, akik megkértek, hogy szintén kórust szervezél, és ő pedig valamilyen Feri bácsi, most nem tudom. Vagyis lehet, hogy pap, lelkész, katolikus, valamilyen katolikus szervezetből nem. Nem jut eszedbe. Aha, pedig valahova fölírtam, csak most próbálom keresni a jegyzetemet, de nem találom. Ez így szokott lenni. Tehát akkor, jó, akkor majd, ha eszünkbe jut, akkor jó, visszatérünk. A kórussal kapcsolatban egy nagyon érdekes élményem volt. Igazából, amikor egy kórust vezetek, akkor én azt élem meg, hogy feléjük, tehát hogy nekik énekelek, és mindaz, amit én feléjük nyújtok, azt fogják ők nyújtani kifelé, a közönség felé. És volt egy nagyon érdekes élményem Kadalkúton szintén, amikor ezzel a Never Give Up Gospel kórussal mentünk. Nem volt kedvem semmihez, megmondom őszintén. És csak azt vettem észre, hogy a kórusnak a tagjai is lógóorral énekelnek kötelezőségből. Tehát, hogy ez olyan semmilyen nem volt. És akkor elgondolkoztam, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy ne legyen kedvem, hanem igenis össze kell szednem magam. Összeszedtem magam, és olyan fergeteges koncert alakult belőle, és gyerekeknek adtunk koncertet, ők pedig nagyon érzékenyek erre, hogy valami szívből jön, vagy nem. És olyan élmény volt, akkor a tapsokat kaptunk, bevontuk őket az éneklésbe. Ez a másik nagyon fontos számomra, hogyha koncertre megyünk kórussal, akkor bevonjuk a közönséget az éneklésbe. Köszönöm szépen. Neked egy olyan időszak van most az életedben, azt mondtad, ami egy kicsit talán szárazabb, vagy új, inkább talán azt mondom, hogy új, mert egy babaszületésre nem mondjunk ilyet, mert az is szerintem az újszerűségével gyönyörű és csodálatos, mert hogy ők egy ajándékok a számunkra, de akkor is megváltozott az életed,
mert egy nyüzsgő mozgó, mindenben résztvevő így a Krisztus egyházában lévő személyiség voltál, és most megszületett a baba, és ráadásul, ha jól emlékszem, akkor téli hónapokban, és az a bezártság. Hogy birkoztál meg ebben? Jól mondtad, én is így a barátoknak is úgy fogalmaztam, hogy egy új világba csöppentem. Hát november elején született a lányunk, úgyhogy, és most nagyon hideg tél volt a december, január, ilyen mínusz 10, mínusz 15 fokok tartósan. Én nagyon szeretem a telet, azt a fajta telet, amikor a hótakaró úgy sokáig megmarad, és kimegyek, és csipi az arcomat a hideg, és ropog a lábam alatt a hó. Hát most pont ilyen tél volt, de a végére már nagyon nem szerettem, vártam, hogy jöjjön a jobb idő. Hát bevallom, hogy a téli hónapokban voltak nehézségek, most már fél éves a lányunk, és egy pár hete megfogalmazódott bennem, hogy ez most már jó, mert visszakommunikál a maga módján, tehát rötyög, forog, mászik, tehát hogy most már azért sok mindent lehet vele csinálni, de egy 2-3 hónapos gyerek még nem sok mindent tud így, tehát lassan teltek a napok nagyon, nagyon kevés ingerért. Tehát körülbelül ilyen kérdések voltak, hogy akkor most hány órát aludt, hány kaki volt ma, és melyik cici jön, tehát ezek voltak az állandó kérdések. Nem is csajos. Ugye korán is sötétedett, tehát mire a férjem hazaért, 5-6 óra körül, olyan hosszúnak tűnt egy-egy nap. És hát volt egy-két hét, amikor így nagyon nehezen éltem meg, viszont mi minden vasárnap mentünk legalább gyülekezetbe. Pont ezen gondolkoztam, hogy azok az édesanyák, akiknek még ez a fajta közösségi élményük sincs, csak minden nap ugyanolyan a gyermekkel otthon, vajon ők hogy élik meg? Hát ott a Facebook szokták mondani, ó nem, ez csak rossz igen, volt, igen. Bevallom én is, hogy nagyon sokat cseteltem barátokat, de mégsem az a fajta kommunikáció, még ha volt napi egy-egy telefonhívás, az sem volt az a fajta, mint amikor a munkahelyemen emberek között ültem, és értek mindenféle benyomások, vagy ingerek. Tehát nehéz volt. Aztán egy idő után azon gondolkoztam, hogy mi az, amit most tudnék csinálni, ami máskor nem ment, és akkor rájöttem, hogy itt van annak az ideje, hogy tudok az Istennel beszélgetni, amíg szoptatok, vagy amíg éppen a gyereket altatom. És aztán elkezdtem olvasni a Bibliát, keresztény irodalmakat, és volt olyan, hogy hát a pici baba még éjjel nem aludt, és akkor kiolvastam könyveket. Éjjel 2-től 4-ig volt fönn, akkor én olvastam mellette. Tehát egy idő után rájöttem, hogy most van annak az ideje, hogy tudok töltekezni lelkileg, mert mindez nem adatott meg előtte, amíg munka, utána rohanás, ezt kell elintézni, azt kell elintézni. Talán a mai világ egy kicsit ilyen is, annyi információ ér bennünket az internet, az e-mailek, a telefonok által, hogy nagyon nehéz megtalálni, legalábbis nekem ez probléma volt, amíg dolgoztam, nagyon nehéz megtalálni azt az időt, amikor az Istennel beszélgethet az ember. Úgyhogy egy-két nehéz hét után rájöttem, hogy hát most van itt ennek az ideje. Aztán, hogy kezdett tavaszodni, akkor elkezdtem ilyeneknek örülni, hogy amikor dolgoztam, hányszor vágytam arra az irodából, hogy hú, süt a nap, de jó lenne otthon ülni a teraszon, és fogtam az ölembe a babát, és kint voltam a teraszon, és arra gondoltam, de jó, most itt lehetek. Úgyhogy egy kicsit így átprogramoztam az agyam, és most már élvezem, és jó. Reméljük, hogy látják esetleg olyan édesanyák, akik most megélik a bezártságot, hogy kapnak ötletet és bátorítást arra, hogy lehet ezt jól kihasználni. Teljesen megváltozott az életed, Ági, a Nyugdíjfolyósító Intézet óta. Teljesen. És éneket tanítasz is. Elvégezted most már akkor a baptista teológiai főiskolát, és énekzenei magánének szakon. Oh, oké. Okay. És szoktam élvezni a Facebookon az énekeidet. És van egy nagyon gyönyörű ének, amit az elején itt beszéltünk, hogy, és azt fel is énekelted. Dara, tudtok most? Amit énekeltem, melyik volt az? Igen, a Mi Nagy Istenünk. Mi Nagy Istenünk. Na. Még az Amazing Grace jutott eszembe. Igen, azt énekeltem egyébként fel. Na, melyik? De szerintem a Mi Nagy Istenünk az közelebb áll hozzánk, az amit szinte tud. Mindegy egy női konferenciára. Egy verszakot, igen. Jó, egy refrén lehet. Mi Nagy Istenünk? Mi Nagy Istenünk, énekelt Mi Nagy Istenünk,
és lásd meg, mi nagy, mi nagy Istenünk, mi nagy Istenünk, énekeld, mi nagy Istenünk, és lásd meg, mi nagy, mi nagy Istenünk. Hát, ez gyönyörű volt. Nagyon remélem, hogy nem próbáltunk rá. Ez ilyen nagyon spontán igen. Jött. Nagyon-nagyon köszönöm. Nekem óriási élmény volt itt. Remélem, hogy a kedves nézőknek is jól hangzott. Hát bízunk benne. Igen. Szoktatok mostanában is a pünkösdi egyházon belül nem csak fiatalként mentetek gyerektáborba, hanem mostanában is, ha jól értettem, igen. És ott is szerveztek ilyen zenei programokat. Igen. Lesz mostanában is ilyen? Tervezitek? Részei vagytok ennek? Vagy mi lesz nyáron, lányok? Akkor kezdem én. Okay. Most a harmadik éve, hogy a gyerektáborban én vezetem a dicsőítést. Általában tinikkel megyek, egy tini csapattal. Gitáros, zongorista, dobós és basszusgitáros fiatalokkal, meg énekesekkel. És ez most a harmadik lesz, amikor kórus, gyerekkórust is szervezek, spontán. Hát a legelső volt a legspontánabb, hogyha mondhatjuk így, és hát látom azt, hogy a gyerekek mennyire szeretnek énekelni, és szeretnének valaminek a részesei lenni, és óriási. És nagyon érdekes volt az első évben, hogy a tinik jöttek oda hozzám, hogy ővelük nem foglalkozom. Mm-hmm. Úgyhogy mm-hmm. Szinte kikövetelték. De hadd említsem meg, hogy Ági úgy ment el abba az évbe a táborba, hogy előtte beszéltünk, és mondta, hogy hát ő nagyon ki van merülve, ő nem is tudja, hogy ezt hogy fogják csinálni. Ahhoz képest önszorgalomból bevállalta még wow. A gyermekkórus. Azt hiszem, hogy a igen, kisebbekkel akkor... is működött, a nagyobbakkal is egy szervezését, van a szolistákkal külön foglalkozott, tehát minden szabad idejét még lekötötte akkor. Aha. Nagyon kevés időnk van hátra, és nem akarom kihagyni ezt a témát. Annyira tetszett, amikor arról beszéltél, hogy férjeddel elhatároztátok, hogy le kell fogynotok. Igen. Tudom, hogy annyira nem passzol talán ide, most itt a zenei téma, de téma közé, de mivel, hogy látom benned azt, hogy Isten használ olyan dolgokra, ami úttörő, és annyira sok lány, asszony, egy bizonyos kor után igazából nagyon küzdködünk avval, hogy Astridnak ilyen problémája nincsen, nagyon csinos, jól néz ki, igen, de még nagyon fiatal is. De lényeg az, hogy a kilókkal küzdködünk. Uh-huh. És nektek se volt egyszerű. Hogy sikerült? Nagyon sokszor megpróbáltuk, de tavaly januárra döntöttük el, hogy elmegyünk szakemberhez, dietetikushoz, és ez a hölgy olyan tanácsokkal látott el minket, konkrét tanácsokkal, nagyon pontosan megmért minden testzsírszázalékot, súly, magas, mindent, és felmérte azt, hogy milyen a hétköznapunk, milyen az életritmusunk, és az alapján kitalált számunkra egy olyan diétát, ami igazából abból áll, hogy többször keveset együnk, tehát egy ötszöri étkezés, és megvan adva, hogy hány kalóriát szabad fogyasztanunk. Ezt tavaly februárban kezdtük el, a férjem 49 kilónál tart, én pedig 22-nél. Gratulálok, ez fantasztikus. Nekem ez azért tetszett, mert semmi extra ilyet igyál, olyat nem, szedjél, nem. Hanem egész egyszerűen csak szakembernek a elhatározás, bocsánat. Igen. Szóval enélkül igen. Valószínű, hogy nem megy. De hát az eredménye az nagyon csodálatos. Bocsánat, azért kapcsolódik valamilyen szinten a zenéhez. A kapcsoljuk. Olyan értelemben, hogy mivel hogy a férjem is rapper, tehát ő is színpadon megfordul. Aha. Proof of Life együttesben ő az, aki rappelni szokott. Aha. Akkor meg kell azt is jegyeznem, hogy én is akár dicsőítésben, akár kórus vezetésében színpadra állok.
Állóképességre nagyon nagy állóképesség, szükség van. És nem mindegy, hogy néz ki az ember a kamera előtt, vagy az emberek előtt. És nekem ebben lelkileg is nagyon sok erőt adott például Nagyváradi Nelli, aki felvállalt engem akkor, amikor még teltebb voltam, hogy ott a Noa Ének stúdióban tanítsak magánéneket. Tehát, hogy ezek óriási segítségek, amikor nem néznek le, de aztán utána örülnek velünk a sikereinknek. Kisegítenek, bátorítanak. Igen. Lányok, az életeteken keresztül vonul gyönyörűen a hűség. Néhány percünk van még a műsorból. Hogyha erről néhány gondolatot, ha megosztanál az Astrid, és utána Ágit is kérem. Talán a házastársi hűség az alap, tehát én most nem erről szeretnék beszélni. Valószínűleg már a neveltetésemből fakad, ahogy mondtam azt is, hogy nem engedték, hogy abba hagyjam a hegedülés tanulását. Már ott kaptam olyan fajta nevelést, hogy ki kell tartani amellett, amit választottunk. Én hiszek abba máig is, hogy az ember, ha valamit vállal, egy szolgálatot mondjuk egy dicsőítő csoportba, vagy egy szolgálatot egy gyülekezetben, abba hűségesnek kell lenni, mert én nagyon sokszor megéltem azt a nehézséget dicsőítés vezetőként, hogy nem jövök, bocs, fáradt vagyok, bocs, most ezért nem, azért nem. Én meg mindent megmozgattam a munkahelyemen, a magánéletemben, hogy ott tudjak lenni, az elején tudjam nyitni, a kottákat kinyomtattam, összegyűjtöttem, és nagyon sokszor rosszul esett, hogy mások csak így, és nagyon sokszor megfogalmazódott bennem, hogy én mikor pihenhetek vasárnap, tehát, mert ugye nyilván korábban kell menni, mint ahogy az istentisztelet kezdődik, de úgy látom, hogy ha valaki hűséges az Úrnak a munkájába, azt megáldja az Úr. És volt, amikor már megkaptam másoktól, hogy ó, mert neked nincsen semmi gondod. Ja. Van nagyon sok gondom, de úgy gondolom, hogy amikor a nehézségek vannak, akkor is kitartok. Nem az én érdemem ez, szerintem ez az erő is felülről jön. De a nevedből is számít. A nevemből is, igen. De úgy gondolom, hogy érdemes abban, amit vállaltunk, abban hűségesnek lenni a nehézségek árán is, hiszen ez itt a kulcs szó, amikor könnyű, akkor a maga a hűség vagy az odaszánás az nem egy nehéz feladat, de a nehézségek árán is, mert az Isten megáldja, és akkor lehet gyümölcsöző az életünk, akkor lehet gyümölcsöző a szolgálatunk. Egy-egy konferencia szervezésnél is megéljük azt, hogy nehezen mennek a próbák, nehezen megy a beállás előtte, igen, és mégis jön az Istennek a szent lelke, és amikor dicsőítenünk kell, akkor már nem számít mindaz a nehézség, amit előtte megéltünk, hanem ha átadjuk a mi szívünket az Istennek, és magasztaljuk őt, akkor ő jön, és használ bennünket abba, hogy emberek életét megváltoztassa, embereket felfrissítsen, megerősítsen. És ezért mondtam, hogy a mottom a hűség, mert úgy látom, hogy megéri a nehézségek árán kitartani. Én egyetlen egy emléket szeretnék megosztani a hűséggel kapcsolatban. Gimnázium első fél évében nagyon rosszul ment a tanulás. Voltak olyan tantárgyak, amik nem mentek, bevallom őszintén, és szerettem volna otthagyni a gimnáziumot, mert hogy ez nekem nem megy. És apukám nagy bajban volt, és mondta titokban a nővéremnek, hogy beszélj már a húgoddal valamit. És apukám is és a nővérem is mondták, hogy ha most ezt abba hagyom, akkor mindennel így leszek az életem során, hogy félbehagyom és nem fogom folytatni. És akkor eldöntöttem, hogy én, hogyha valamit elkezdek, végigcsinálom, ha törik, ha szakad. Köszönöm szépen, nagyon nagy élmény volt nekem is veletek köszönjük itt ülni a stúdióba. Sokat tanultam, és nagyon remélem, hogy a kedves nézőknek is hasznos egy órát töltöttek el a képernyők előtt. Fogalmazhatnék úgy, hogy a zene jó, de nem csak így tudunk fogalmazni, és nem csak így fogalmaztak a kedves vendégeim, akik itt voltak, hanem a zene erőt ad, biztonságot, bátorságot, életet önt belénk, és ha ez hűséggel párosul, ahogy elmondták a kedves hölgyek, azt gondolom, hogy szárnyalni tudunk. Kívánjuk önöknek is, hogy szárnyaljanak a hétköznapokban is. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!